Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Ebben a feladatban az fx egyenlő x négyzet szer y minusz x függvényel kell megállapítanunk, hogy hol van ott a növő, hol van ott a csökkenő, illetve hol vannak szélső értékei. Ez a függvény a valós számok halmazán mindenhol értelmezhető. Az első táblázathoz az első deriváltat kell megadnunk. Forzatra vonatkozó deriválási szabály alapján a függvényünk deriváltja 2x-szer y-x meg x négyzetszer y-x-szer minusz 1. Kiemelve y-x-et, y-x-szer 2x-x négyzethez jutunk, hogy meghatározhassuk a kritikus pontokat, a függvényünk első deriváltját nullával kell egyenlővé tenni. y-x-ről tudjuk, hogy mindig pozitív, és soha nem nulla, ezért elegendő a 2x-x négyzet szorzó tényezőt vizsgálnunk. 2x-x négyzet egyenlő nulla, kiemelve x-et 2x-szer 2-ből x egyenlő nulla, és tudjuk, hogy szorzat akkor és csak akkor nulla, hogyha legalább egyik szorzó tényezője nulla, tehát x vagy nulla, vagy pedig 2. Számegyenesen ábrázoljuk. 0, 2, és a táblázatunknak 5 oszlopa lesz. Ezeken a helyeken kell megvizsgálnunk a függvényünk monotonitását. Lesz egyszer egy olyan oszlopunk, hogy x kisebb, mint nulla, x egyenlő nulla, x 2 és 0 között, x egyenlő 2 és x nagyobb, mint 2. Ide az első deriváltunkat, ide pedig magát a függvényt írjuk. Ugye az első deriváltunk x egyenlő nullában és 2-ben 0. Tehát ezekben a pontokban lehet helyi minimum, illetve vagy maximum a függvényünknek, és a másik három intervallumhoz tesztpontokat kell választanunk, hogy megnézhessük, hogy hol csökkenő és hol növő a függvény. X kisebb nullától, itt mondjuk a mínusz egyet választom, nulla és kettő között az egyet, kettőnél nagyobb, x-ek esetén pedig a 3-at veszem tesztpontként. Ezeket a tesztpontokat az első deriváltba kell behelyettesítenünk, és annak előjele fogja eldönteni, hogy monoton csökkenő vagy monoton növekvő a függvény. Mínusz 1 esetében, mivel az y-ad mínusz x az mindig pozitív, ezért megint elegendő a 2x-x négyzetet vizsgálunk. 2-szer mínusz 1 az mínusz 2, x négyzet az ugye mínusz 1 a négyzeten az 1, mínusz 2-ből 1 az mínusz 3, ez egy negatív szám, negatív szám szor pozitív szám negatív számot eredményezhet, itt a függvényünk első deriváltja negatív lesz. Egy esetében 2-szer 1 az 2, 1-nek a négyzete 1, tehát 2-ből 1 az 1, ez egy pozitív szám, y-x az pozitív, pozitív szám szóval pozitív szám pozitív számot eredményez, tehát itt az első deriváltunk pozitív lesz. Majd a 3 esetében is megvizsgálom, 2-szer 3 az 6,
3-nak a négyzete 9, 6-ból 9 az mínusz 3, ez egy negatív szám, negatív szám for a pozitív i-od mínusz x, az pedig negatív számot eredményez, tehát itt az első deriváltunk negatív lesz, ahol negatív az első deriváltott a függvény monoton csökkenő, ahol pozitív az monoton növekvő, és megint monoton csökkenő, tehát láthatóan itt helyi minimuma, itt pedig helyi maximuma lesz a függvénynek, tehát az x egyenlő nulla az egy helyi minimum hely, az x2 pedig egy helyi maximum hely. Hogy mennyi a helyi minimum és helyi maximum értéke, azt úgy kapjuk meg, hogyha az x egyenlő nulla, tehát az x egyenlő 2-t behelyettesítjük az eredeti fx függvényünkben, tehát f 0 egyenlő 0 négyzeten az 0, így az a nulladikon az 1, egyszer 0 az 0, tehát a helyi minimum értékünk az 0 lesz, a maximum pedig f2-ben 2-nek a négyzete az 4, és i ad mínusz x, behelyettesítve i ad mínusz 2-t kapunk.